és Pár Ádám politológus történész, a Méltányosság politika elemző központ munkatársa újra itt a vonalban egészen a 9 órás hírekig. Szia! Szia! Remélem, hogy most már jól lehet hallani. Össze sem lehet hasonlítani, ez maga a mennyország. Szóval európai szolidaritásról beszéltünk, és közben még eszembe jutott az, hogy alakul ez a szolidaritás, talán egy picit erősebb és jobb, és ez a járvány összehozza a 27 uniós tagországot, illetve szerinted a renitensekkel szemben, mint mondjuk Magyarország vagy Lengyelország, mennyire lesz nagyobb az összefogása a szolidaritás védőernyője alatt? Hát ez egy érdekes kérdés. Véleményem szerint olyan nagyon sok minden azért nem fog változni, tehát most ezt az egész járványhelyzetet ne úgy képzeljük el, hogy ez egy óriási nagy szakadást fog előidézni az Európai Unió történetében, mert amire már a kis intermezzo előtt akartam utalni, hogy tulajdonképpen az Európai Uniós intézmények önmagukhoz képest elég jól vették ezeket az akadályokat, tehát valószínűsíthető, hogy amikor véget érnek ezek a különleges intézkedésekkel telített időszakok, akkor megint ugyanúgy fognak az európai vezetők egyezkedni, alkudozni, mint ahogyan eddig. Tehát miközben a társadalmak szolidaritását egy ilyen válság erősen előre tudja lökni, egy nagyobb szolidaritás, egy nagyobb kohézió irányába tudja társadalmakat lendíteni, addig a politika felhő régiójában ugyanúgy az érdekek fognak dominálni. Na de gondolod, hogy az egyik nem hat a másikra? Hát bizonyos értelemben hat, de ha már ezt említettük, vagy ebbe az irányba mentünk el, akkor hadd utaljak egy Markus Kemmelmeier nevű szociálpszichológusnak a cikkére, ami a Nevada Today című folyóiratban jelent meg. Hát ezt most nem fogom elmondani, mert nagyon hosszú, de a lényege az ennek a cikknek, hogy az egy nagy mitosz, hogy a demokráciák, a demokratikus intézmények, a demokratikus jogállam rosszabbul teljesít egy ilyen válság időszakban, mint mondjuk az autoriterebb, tekintélyelvűbb rendszerek. Egész egyszerűen azért nem igaz az a közhelyszerű állítás, hogy a diktatúrának áll a zászló, vagy mondjuk úgy, a tekintélyelvű rendszereknek ilyen válság idején, mert Kemmelmeier szerint pontosan a demokratikus intézményeknek a felelősségre vonhatósága eredményezi, hogy sokkal jobban reagálnak ezekre a válságos időszakokra, ugyanis a demokratikus intézményeket számon lehet kérni, míg a diktatúrák meg a tekintélyelvű rendszereknek egy örök hibája, hogy az információk egy adott szinten megrekednek, hiszen nem érdekli az alul lévőknek, hogy tájékoztassák korrekt módon a hatalmat gyakorlókat, és így módon előbb-utóbb bekövetkezik egy információs gap, egy szakadás. Tehát az egy nagyon téves felfogás, hogy önmagában egy erősebb hatalom jobban reagál egy ilyen válságos helyzetre. Ezzel szemben, ha Kemmelmeieréknek hihetünk, akkor inkább azok a rendszerek tudnak adaptívak lenni, amelyekben a döntések eloszlanak egyenlően az intézmények között, és ennek révén az intézmények átláthatóak és felelősségre vonhatóak. Tehát, hogyha ha ebből indulunk ki, akkor például az Európai Uniónak igazából jó helyzete van, bármennyire is furcsának hangzik a mai helyzetben is, és az Európai Unión belül is azoknak az államoknak van előnyösebb helyzetük, amelyek minél inkább a jogállamiságot és a döntéseknek a diffúz eloszlását pártolják. Hát az információ megrekedésről már van némi tapasztalatunk, a többit meg majd meglássuk. Pár Ádám politológus történésznek köszönöm szépen, és örülök, hogy visszatudtunk kapcsolni. Szép estét neked! Én is.